A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Március 1-e óta Horváth Zoltán rendőr alezredes vezeti a Székesfehérvári rendőrkapitányságot. Jó estét kívánok, vele fogunk ma beszélgetni. Szeretettel köszöntöm kapitány urat a stúdióban. Jó estét kívánok önnek is, meg a kedves tévénézőknek is. Ebben az esztendőben, mint megtudtam, pont 20 éves évfordulója lesz annak, hogy Székesfehérváron szolgál. Nem tudom, hogy ez, hogy kapitányá kinevezték, ez megkoronázása ennek a két évtizednek. Hogyan gondolkodik erről? Én mindenképpen úgy gondolom, hogy Székesfehérvár rendőrkapitányának lenni egy nagyon nagy feladat, kihívás és megtisztelés, megtiszteltség ebbe a szakmába. Valóban 20 éve dolgozom itt Székesfehérváron, a bűnügyi munkát végeztem végig szinte, illetve a Kovács Ezredes úrnak, az előző kapitánynak a helyetteseként volt rálátásom a kapitányság irányítására. És ezt az életutat megkoronázva, ha úgy tetszik, a főkapitány úr úgy döntött, hogy engem kér fel a Fehérvári rendőrkapitányság vezetésére a közel jövő időszakára. Volt a kérdésemben, hogy elfogadja-e ezt a kinevezést? Mint mondtam, ez tényleg egy életút megkoronázása. Székesfehérvár vonatkozásában kérdésem sem volt, hogy elfogadom ezt a felkérést. Azt említett, hogy bűnügyi területen dolgozott, bűnügyi osztályvezető volt, illetve kapitány helyettes. Mit jelent ez pontosan, hogyha a bűnügyi területet nézzük a rendőrségen belül, akkor ez mit jelent? Betöréseket, lopásokat, emberöléseket, rablást, mit takar a bűnügyi terület? A bűnügyi terület mindezt akarja, ami a büntető törvénykönyvbe megfogalmazásra kerülő bűncselekmények, és ezekkel kapcsolatos nyomozások, felderítések, vizsgálatok. Nyilván vannak hatásköri és illetékességi szabályaink, ami Fehérvári rendőrkapitányság, mint rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó bűncselekmények, azoknak a teljes körű feldolgozása, és ebbe az emberölés nincs benne. Világos. Miért ezt a területet választotta ennek, annak idején? Talán ez nem feltétlenül az a terület, hogyha az illetékességi területnél maradunk, ahol a felderítések annyira rugalmasan, gyorsan mennének, akár betörések tekintetében. Garázdaság, az még az ide tartozik, vagy annak tekintetében? Tehát mi ennek a területnek a szépsége az ön számára, és hogyan került ide? Hát, hogy hogyan kerültem ide? Amikor én 1990-ben rendőr lettem, akkor rögtön a bűnügyi szakterületen kezdtem, és ez igazándiból megfogott. Ez kicsit olyan, mint a vadászat, hogy csapdákat állítunk, verziókat állítunk fel, és aztán ezeken megyünk tovább. Nyilván az állampolgárok meg a szemtanúk nélkül nem tud működni ez a dolog, és ebbe nagyon sok segítséget tudnak adni az állampolgárok, akik olyan információkat tudnak, amikről nem is sejtik, hogy tudják, vagy nem is sejtik, hogy fontos, de ezt a bűnügyes munkások összerakják, és megpróbálják levonni a megfelelő következtetést, hogy tovább tudjunk lépni az elkövető kézre kerítése irányába. Nem is tudom, hogy tetszett mondani, hogy nem olyan sikeres? Nem biztos, hogy annyi sikerélmény éri a rendőrt ezen a területen. Ó, dehogy nem. Melyek ezek? Hát gyönyörű felderítéseink vannak. Hosszabb, rövidebb időszakok alatt felderítünk egy bűnügyet, sorozatbűncselekményt. Ez nagyon nagy munka, és nagyon-nagyon embert próbáló munka, és a gyümölcse pedig az, hogyha a bűnöző a megérdemelt büntetését tudja tölteni a büntetés végrehajtási intézetbe. Csapatmunka. Mindenképpen.
hogyan lehet megosztani ezen a területen a munkát? Nem tudom, hogy dolgozott-e, ahogy a szavaiból kiveszem, akár nyomozóként, vizsgálóként, hogyan működött akkor ez a munka? Nyomozóként sok-sok évet dolgoztam, vizsgálóként csak érintőlegesen, de az egy másik szakma, úgymond a rendőrségen belül, bár nagyon hasonlóak tudnak lenni. Nyomozóként dolgoztam, és hát egy idő után rá kellett jönni arra, hogy az individuumot azt azért le kell kicsit építeni, és a csapatmunka felé menni. Főleg a mostani időszakban, az elmúlt 5-10 évben nagyon sokat változott a bűn összetétele, illetve a felderítése. Azok az eljárások, amit a felderítésbe be tudunk vezetni. És okosabbak, felkészültebbek a bűnözők, és mondjuk a technika a felderítés bizonyítás tekintetében is más? Vagy miért? Mi változhatott az elmúlt években? Igen. Mindenképpen jelentős arányt képvisel a bűn volumenébe azok a bűncselekmények, amelyek az online térbe elkövetett bűncselekmények. És ehhez nagyon nagy szaktudás kell a nyomozók részéről, nagyon nagy szaktudás kell az őket segítő és adatokkal kiszolgáló személyek részéről, legyenek ezek állami, önkormányzati, bármilyen szervezetek. Ezeket az információkat kell összegezni, összeszedni, és megtalálni azt a pici-pici részt, ahol a bizonyítékot össze tudjuk gyűjteni. Kicsit ugrálunk az időben, azt mondta, hogy 1990-ben szerelt fel a rendőrségre. Hogyan kezdte akkor a munkát? Az már megvan, hogy nyomozóként, hogyha jól értettem, hogyan folytatódott aztán, és hogyan került 2003-ba Székesfehérvárra, de maradjunk akkor még az elején, hol szerelt fel? Én a Paksi rendőrkapitányságra szereltem fel nyomozónak, aztán abban az időszakban az őrs program felerősödött ugye a rendszerváltás után, hogy minél közelebb vigyük az állampolgárokhoz a rendőrséget, ezért nagyon sok helyen, többek között Dunaföldváron is egy rendőrőrs alakult, a Paksi rendőrkapitányság égisze alatt, és én oda kerültem ki egy tapasztalt kollégával nyomozónak. És ezen a kisebb területen nagyobb sikereket tudtunk elérni, mint nagyobb területen, ahol kevesebb a helyismeret, kevesebb a személyismeret. Ez egy kicsit ilyen koncentrált bűnüldözés volt abban az időben. Természetesen most is, hisz az őrsök azóta is működnek. A fehérvári kapitányságnak van 3 őrse, Abán, Polgárdin és Enyingen, ahol szintén vannak bűnügyesek, és ott koncentráltabban és azonnal tudnak reagálni egy-egy bűncselekményre. Aztán Dunaföldváról egy felkérést kaptam, a Simontöngyön őrs később alakult, és Simontornyai őrsparancsnok helyettes és síbeosztására, ahova aztán a kinevezésre kerültem, majd az őrsparancsnok távozása után, aki egyébként éppen idejött Székesfehérvárra dolgozni, azután pedig őrsparancsnok voltam. Ez egy kicsit összetettebb feladat volt nyilván, mint maga csak a bűnügyi munka, hiszen itt az egyenruhás kollégákkal együtt kellett dolgoznunk, illetve hát őket, ha úgy tetszik, vezettem. Aztán egy nagyon rövid kis kitérő után Székesfehérvárra jöttem 2003-ban, mint ahogy említeni tetszett, és a bűnügyi munka alapjaitól ismét felépítettem hogy is kéne dolgozni. És remélem, ez sikerrel. Mennyire tartja fontosnak, hogy ezeket a rang létrát lépésről lépésre felépítettem? Miért lehet ennek jelentősége? A szervezetünkben ez nagyon fontos, bár volt egy változás a szolgálati törvény hatályba lépésével, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell tapasztalni azt, hogy milyen az utcán lenni, milyen
kukalopásban nyomozni, és milyen emberölésben nyomozni. És hogyha milyen vezetni embereket, milyen az, hogy a napi gondjaikkal, problémáikkal kell foglalkozni, és megoldást kéne rá találni, hol jó szóval, hol adminisztratív intézkedésekkel, és talán akkor lehet a vezető, jó vezető, hogyha mindezeket kipróbálta. Nekem itt egy kis restancián van, az utcán viszonylag keveset voltam, ezt be kell vallani, de bűnügyesként én nagyon szerettem kijárni Székesfehérváron is, egy-egy bűnügyi portjába megismerni a várost, illetve hát a nyomozások során nyilván sokat jártuk a várost, és szedtük össze az információkat, és építettük a kapcsolatokat. Nyomozóként is pont erre akartam rákérdezni, hogy fontosak az emberi kapcsolatok, a kommunikáció. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Talán az egyik legfontosabb, bár mint ahogy az előbb mondtam, az online térben elkövetett bűncselekmények során egy kicsit, mintha leértékelődni látszana, de azért azt ne felejtsük el, hogy a rendőr, bár mindenhol rendőr, de azért csak a saját területén, a saját kapitányságon, a saját őrsén igazán rendőr, és azok az emberi kapcsolatok, azok a segítő emberek, legyen az bármilyen szintjén a társadalomnak, nagyon-nagyon fontos, hogy velük fel tudjuk venni a kapcsolatot, megtaláljuk velük a hangot, és akkor nem maradunk információ nélkül, amiből mi dolgozunk. Miért maradt a rendőrségen felszerelni egy dolog, de évtizedeken keresztül szolgálni, az megint egy más dolog. Mit ad önnek a rendőri hivatás? Mint mondtam, volt egy kis kitérő az életembe, és akkor nagyon jól éreztem magam a rendőrség nélkül egy viszonylag hosszú ideig. Évekről van szó? Itt most évekről van szó, így van. Viszonylag hosszú ideig. Aztán nagyon elkezdett hiányozni az a fajta közösség, az a társaság, akiért lehet tenni, érdemes tenni, illetve akik tesznek és segítik az embert. Jó szóval, melléállással, tehát ez nagyon kezdett hiányozni, és akkor átgondoltam azt, hogy nekem mégiscsak ez volt az igazi, és ez azóta is kitart. Legszebb élmények, legizgalmasabb felderítés, nyilván erről nehéz ilyenkor beszélni, vagy megtalálni azokat a momentumokat, amik meghatározóak az ember szakmai pályafutása során, mégis ezekre lennék kíváncsi. Hát nagyon nehéz kiragadni egyet. Tényleg nagyon sok szép felderítés volt, olyan is, ami esetleg nem a mi hatáskörünk, hanem egy kicsit súlyosabb bűncselekmény. Olyanok is, amik sorozatbűncselekmények, itt Székesfehérváron ebből volt nagyon sok. Gondoljunk csak az öreghegyi betörésekre, a katalizátorlopások egy részére most az elmúlt időben, a vezér utcai betörésekre, testi sértésekre, nagyon-nagyon sok rablás volt egy időben Székesfehérváron, és a környékbeli településeken, de főként Székesfehérváron. Ezek mind-mind nagyon szép felderítések voltak. Nyilván volt olyan, amiben nem volt siker, de abba is úgy érzem, hogy beletettük azt a munkát, amit abba bele kellett tenni, és nem rajtunk múlott csak és kizárólag az, hogy ebből nem lett vádemelés, vagy az elkövető nem került börtönbe. De nekem mindig azok a legjobbak és a legszívmelengetőbbek, mikor egy-egy nem ebbe a korba szocializálódott idős hölgynek, úrnak az értékeit vissza tudjuk adni, vissza tudjuk szolgáltatni, és az elkövetőt eljárásra rá tudjuk vonni. Ezek mindig azok, amik nagyon-nagyon, talán azért, mert korosodok, rágondolok édesanyámra, hogy ő mit kapna az ottani rendőröktől, és úgy elvárnám, hogy legalább annyit tegyenek meg, mint amennyit mi megteszünk. És ezek a legjobbak. Március 1-e óta hivatalosan Székesfehérvár rendőrkapitánya. Nyilván az elmúlt években előző kapitány úr mellett belelátott a vezetésbe kapitány helyettesként. Mégis most 20-a van, ez 20 napot jelent, mi mindent látott. Milyen állapotban kapja meg a székesfehérvári rendőrkapitányságot, és mi az az irány, ami mentén szeretne elindulni? Mi az, ami megmarad az előző vezetésből, és mi az, ami egy kicsit fejleszteni, módosítani kell? Hogyan látja?
Gyanítom, az állományt ismeri. Igen, igen, ezzel nincs probléma. Kovács Ezredes úr egy nagyon jól működő kapitányságot hagyott maga után. Nyilván ő nem azért ment el erről a kapitányságról, mert hogy bármilyen hibát követett volna el. Ez a rendőri vezetők között ez köztudott, nyilván talán az állampolgárok is megértik, tehát nem azért ment el, mert valamiféle gond és probléma lett volna vele, ez azt is mutatja, hogy Gárdonyban ő most ugye rendőrkapitány, lejárt az a 10 év, amennyi a maximális ideje annak, hogy egy beosztást be lehet tölteni, és emiatt került sor erre a váltásra. A kapitány úr, mint mondtam, egy nagyon-nagyon jól működő kapitányságot hagyott maga után, és nem is hiszem el azt, hogy nekem ezen különösebben változtatnom kéne. Hisz, ami jól működik, miért kéne hozzányúlni? Mindenképp az a feladat, hogy ezt a jól működő kapitányságot, ezt megtartsuk. Ezen dolgozunk kollégáimmal, munkatársaimmal, és ha lehet, apróságokba talán javítsunk rajta, de jelenállás szerint azt sem tudom, hogy mit kéne javítani rajta, mert hogy jól működik. Megy előre, és a vezetés és a kollégáim, munkatársaim egységesek, ez a körül 300 fő környéke, egyfelé toljuk ezt a szekeret. Melyek mégis a legfontosabb sarokpontok, amelyekre érdemes odafigyelni? Melyek azok a területek, ahol fokozott odafigyelésre lehet szükség? Bűnügyi területen azt gondolom, hogy ahogy említettem is, előre tör az online térbe elkövetett bűncselekmények nagy száma. Ebbe, bár az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét nem annyira befolyásolja, mert hogy marad a négy fal között nagyon sok esetben, de ebben mindenképpen előrelépést kéne, és ezt nem csak Székesfehérváron, hanem országosan. Vannak erre törekvések, mi mindenképpen azon vagyunk, hogy ez emellett fel tudjunk sorakozni, vagy emögé fel tudjunk sorakozni, és amennyire lehet, ezt is visszaszorítsuk, ugyanúgy, ahogy a betöréseket visszaszorítottuk, autófeltörés elvétve van a városba, garázdaság, kocsmai verekedés mindig van, mindig lesz, de rablás elenyésző számban van, jó időben mondjam nyilván ezeket, de mindenképpen az online térre fektetjük most a hangsúlyt bűnügyi területen. Itt egy pillanatra még csak időszakosan a betörések, minthogyha egy időszakosan fellángolnának, és aztán alább hagynak. Ez minek köszönhető? Illetve megelőzés tekintetében nem tudom, illetve a rendőrség szerepe a betöréseknél nyilván elfogja, hogyha sikerül rajta kapni, vagy nyomozás által az elkövető, de azért viszonylag gyorsan visszakerülnek. Hát most az elmúlt időszakot mondhatom, hogy most ebben a vonatkozásban fenn van a kerék. Tehát nyilván, ahogy ön is említette, vannak időszakok. Ez nyilván attól is függ, hogy egy-egy olyan bűnöző letöltötte a méltó büntetését, aki aztán kijön és folytatja tovább. Ezekre is odafigyelünk nyilván, de az is tény, hogy a fiatalabb generáció már nem így keresi a kenyerét. Tehát nyilván nem mondom azt, hogy nem lesz olyan időszak, amikor több lesz egy picit, azt sem mondom, hogy megszűnik az, hogy berugunk egy kirakatot, vagy megyünk egy szúnyoghálón bűnözőként, de jelentősen nem várom én azt, hogy ez nőni fog. Ha csak nem lesz akkor a gond a társadalomban, a gazdaságban, hogy amikor már minden mindegy alapon működik a bűnözés, egyelőre ez hál' Istennek nincsen. Közlekedési területen... Most a gyalogos gázolások száma az, ami egy kicsit úgy tűnik, hogy megugrott. Sok történt az elmúlt hetekben. Igen, tehát a közlekedés az egy több lábon álló dolog, és mi hajlamosak vagyunk mindig az autósokat felelőssé tenni. Nyilván az autó az egy veszélyes üzem, és nyilván tekintően kell közlekedni, de ugyanez elmondható egyébként a gyalogosról is, aki az úttestre lép. Vagy a kerékpárosról, aki a járdán biciklizik, és védve érzi magát, aztán lemegy az úttestre, és már nem olyan védett. Tehát ez a közlekedés összes résztvevőjére számítunk mi abba, hogy megértessük velük, vagy megértsék azt, hogy bizony-bizony
erre mindenkinek oda kell figyelni, és nem csak az autósnak. Jelenleg ugye a fő baleseti okok között számon tartott kanyarodási szabályok, az irányjelzés hiánya, illetve a gyorshajtás az, ami ellen most megpróbálunk egy kicsit jobban fellépni. Közlekedési kollégáim ezt folyamatosan monitorozzák is ezeket az okokat, és az okok mellett megpróbálnak eljárásokat indítani, illetve hát akik ilyen szabálysértést esetleg bűncselekményt követnek el, azokat eljárás alá. A csíkos autók mellett mondjuk Trafipax tekintetében civil autókkal is találkozhatunk az utakon? Igen, bizony. Nem szeretjük, vagy sokan nem szeretik ezeket az autókat. Mi a célja mégis annak, hogy egy kicsit rejtek helyről titkosan figyeljék a forgalmat? Amikor csíkos autót lát az ember, akkor hajlamos gyorsan bekapcsolni a biztonsági övet, gyorsan rápillantani a kilométer órára, és húha. Ezerszer tapasztaljuk kollégáim, én is, hogyha csíkos autóba ülünk, akkor rögtön előttünk lévő az addig 60-ról rögtön tud a városba menni 50-nel, vagy lakópihenő övezetbe 30-al, de érdekes módon akkor be tudja tartani. Igen, de nem lehet ott mindenhol a rendőrautó, nem lehet az, hogy mindenkit elkísérünk, hogy szabályos-e, és ezért nyilván megpróbálunk a saját eszközeinkkel harcolni ezek ellen, és ezek többnyire azok, hogy civil autóval is mérnek a kollégáim, civil autóval is videózzák a kollégáim a tilosba áthajtókat, a kanyarodási szabályt be nem tartókat, majd aztán eljárás alá vonják őket. Már egy csíkos autóval mondjuk megállítják. Igen, erre van technikánk, illetve ha jól tudom, akkor a Székesfehérvár megye jogúvárosnak van egy ilyen velünk közös elképzelése ezekről a mérőpontok kihelyezéséről, ami ugye kikerül az út mellé, nyugaton sokszor láthattak ilyet, vagy van benne kamera éppen, vagy nincs, de mindenképpen van egyfajta visszatartó ereje. És nyilván, hogyha valaki... Vannak ilyen gócpontok, ahol kérik mondjuk a városlakók, hogy jobban figyeljenek a rendőrök? Igen, vannak, bár ebbe a városba nem is nagyon van olyan település része, ahol ezt nem kérik, és amennyire a munkatársaim leterheltsége megengedi, meg is próbálunk mindenhova eljutni. Azokba az időkbe, amikor a lakók jelzik, azokba az órákba és azokra a területekre. Ez nyilván nem mindig sikerül, hisz hát azért a közbiztonság az olyan, hogy történik valami, akkor a rendőrnek kell menni. És hát lehet, hogy ő éppen ment volna erre a baleseti gócpontra, de nem ért oda, mert máshol kellett intézkednie. Igen, van ilyen, ezeket is folyamatosan monitorozzuk, az állampolgárok nagyon aranyosan ezeket be is jelentik, be is szólnak, e-mailt írnak, és megpróbáljuk őket természetesen berakni abba az általunk felépített sorrendbe, ahova ezt helyezni kell. Érdekes, hogy van kommunikáció akkor a rendőrök és mondjuk a lakosság között? Tehát, hogy hogyan tud vigyázni? Ez is egy érdekes kérdés, a rendőr a székesfehérváriakra. Milyen módon vannak a rendőrök, értünk? Vagy, tehát az ön elképzelése szerint ez hogy működik? Hát nem is az elképzelésem szerint, hanem ez biztos tudás, hogy ugye a lakossági fórumokon rendszeresen képviseltetjük magunkat. Onnan az információk rögtön hozzánk jutnak el, és ezeket az információkat másnap, vagy akár még aznap mi értékeljük. Megfelelő súllyal természetesen, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Fehérvár egy 100 000-es város, itt, ha úgy tetszik, 100 000 embernek lehet gondja, problémája a közlekedéssel. De hogyha ez azért több helyről visszaigazolást nyer, az önkormányzat térfigyelő kameráitból, a lakosságtól, az e-mailek, a baleseti okoknak az elemzése, akkor ezt mindenképpen figyelembe vesszük. De elsődlegesen a lakosság az, aki ezeket jelzi nekünk, hisz ők találkoznak először azzal a problémával, hogy rendszeresen nem állnak meg annál a gyalogátkelő helynél, vagy a pékség előtt folyamatosan tilosba parkolnak, vagy az iskola előtt mindig sor van és megállnak, és nem lehet őket kikerülni, és a gyerekek rohangálnak át az úttesten. Ezek az információk elérnek hozzánk, és megpróbáljuk őket kezelni, illetve hát
figyelmeztető jelleggel első körben oda menni, és felhívni a figyelmet arra, hogy ez így nem lesz jó. Mikor lesz elégedett a munkájával, a kapitányság munkájával? Hogyha mondjuk legközelebb találkozunk, akkor miről szeretne beszámolni? Hogyan képzeli el a következő időszakot a Székesfehérvári rendőrkapitányság vezetőjeként? Mindenképpen úgy szeretnék találkozni önnel, hogy azt mondhassam, hogy a Székesfehérvári rendőrkapitányságra özöllenek a rendőrök, az új kollégák, a fiatalok, és tudunk nekik lakást biztosítani, megfelelő fizetést biztosítani, megfelelő körülményeket biztosítani, hogy mondjam, társaságot biztosítani, közösséget biztosítani, és úgy szeretnék nyilván önnel találkozni legközelebb, hogy a visszajelzések azok, hogy a Székesfehérvári rendőrkapitányságon észre se vettük, hogy kapitányságváltás volt, vagy a kapitányságvezető váltás volt, mert minden jól működik. Hát akkor azt kívánom, hogy ez így legyen a következő időszakban, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzá. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a Fehérvári Beszélgetések. Székesfehérvár új rendőrkapitányával, Horváth Zoltán rendőralezredessel beszélgettem. Hogyha tehetik, akkor tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.